elmentünk a férjemmel ilyen orvosi kivizsgálásra. Szerintem 5-6 évesen voltak ilyen laboreredményeim, mint amik most. A jelölésnek is nagyon-nagyon örültem, de az a tény, hogy sikerült ezt a díjat megnyerni, különösen nagy büszkeséggel tölt el. Körülbelül egy évvel ezelőtt indultam el egy nagyon egészségtudatos úton, és az, hogyha a külvilág is elismeri, vagy a külvilág is látja azt az egyébként markáns változást, amit én belül lelkileg, meg egyébként testileg is átéltem ez alatt az úton, akkor azért ez egy nagyon jó élmény. És hogy vagy mostanában, azon kívül, hogy nyilván nagyon sokat készültél erre, hogy megnyerd ezt a díjat, és sokat dolgoztál, hogy vagy, mivel töltöd a szabadidődet például? Én soha életemben nem éreztem magam ennyire egészségesnek, fitnek és igazság szerint energikusnak. 14-16 órákat dolgozom naponta, meg mondom őszintén, hogy fejbe azért nap végére eléggé elfáradok, de ezzel az úgy teljesen más életmóddal, nem csak hogy jobban bírom a mindennapok kihívását, meg a munkában adódó különböző szituációkat, hanem sokkal jobban is érzem magam a bőrömben. Hogyan készültél, mire számítasz az est további részeiben? Nagyon várom, hogy már a kezembe tarthassam fizikálisan is a díjat. Egészen megható pillanat volt, amikor a Csaba felhívott, hogy akkor gratulál. És számítottál rá egyébként? Úgy fogalmaznék, hogy reménykedtem nagyon, hogy nekem tényleg ez egy nem könnyű útnak egy nagyon szép beteljesedés, vagy egy nagyon szép visszaigazolása, hogy megérte olykor azért fogat csikortatva dolgozni és keményen kitartani valami mellett, amiben én elkezdtem hinni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó érzése, és nagyon-nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem. És igenis, én azt gondolom, hogy megéri, hogy ez egy jó példa is arra, hogy ez kortól teljesen független, én például korábban soha nem sportoltam, hogy igenis kortól és a múlttól függetlenül megéri, soha nincs késő, és megéri változtatni, megéri odafigyelni, megéri kitartani, mert mindez eredményeket hoz igenis. Erre én vagyok az élő példa. És folytatni is fogod nyilvánvalóan, enélkül már nem is tudnád elképzelni a mindennapjaid. Igen, ez olyannyira így van, hogy korábban nem igazán tudtam azt a gondolatot valahogy magamévá tenni, hogy tehát ez fejbe kell változni ehhez, mert én is korábban 1000 diétába belekezdtem, 1000féle életmódba belekezdtem, de addig, ameddig én fejben nem döntöttem el, hogy én igazán ezt szeretném csinálni, és igazán ilyen egészségesen, fitten és egészségtudatosan szeretnék élni, addig mindig voltak visszaesések, akkor megint elkezdtem chipset enni, cukrot enni, fehér lisztet enni, és minden ment a régi kerékvágásba. Ugyan fáradékony voltam, hízékony voltam, a laborleleteim nem voltak jók. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az esküvőm előtt elmentünk a férjemmel ilyen orvosi kivizsgálásra. Szerintem 5-6 évesen voltak ilyen laboreredményeim, mint amik most. Tehát elképesztően szépen reagált a szervezetem is erre az egész folyamatra. Úgyhogy én tényleg nagyon biztatok mindenkit, visszatérnek ehhez, hogy igenis tessék megpróbálni, csinálni, és ebben tényleg nem számít a kor. A férjedet bevontad azért az egészséges életmódba és ebbe a tudatos táplálkozásba? Igen, próbálom, mert ugye alapvetően, hogyha a hűtőt kinyitjuk, akkor kb. Az idényszerű zöldségek és gyümölcsök, mindazt, amit a piacon meg tudok vásárolni, az úgy kiesik. Tehát meg a zöldséglevek, meg arra kell reggel 6 órakor, hogy én turmixolom a zellerlevemet uborkával.